Esélyegyenlőség. Megyei felmérés készült, mire lenne szükségük a településeknek a szociális hátrányok leküzdéséhez. Átsorolás. Magasabb szakmai kategóriába került, kiállítóhelyből muzeális gyűjteményé vált az Ízeum. Díjátadó. Családbarát munkahelyeket és munkahelyi vezetőket ismert el a Vas megyei közgyűlés. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Vas megye 215 településén mérték fel az elmúlt 3 évben azokat a gondokat, amelyek a szegénységben élők hátrányos helyzetűek életét nehezítik. Uniós támogatással 75 millió forintot költöttek a projektre. A feltárt hiányosságok ismeretében a jövőben a fejlesztési források elősegíthetik az esélyegyenlőség megteremtését, a szegénység csökkentését. Ma online projektzáron beszéltek az eredményekről. A megye valamennyi településén problémákat kerestek a projekt keretében. Azt kutatták, hogyan tudnának segíteni különböző fejlesztésekkel a szegénységben és kirekesztettségben élőkön. Azért, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson például egészségügyi ellátáshoz, vagy óvodai iskolai neveléshez. Ha a megyét nézzük, a megyét tekintjük egységként, akkor bizony láthatjuk, hogy vannak elmaradottabb, vannak kevésbé fejlett részei neki. Említhetnénk a Vasi Hegyhátat, a Kemenes alját, illetve az Őrség eldugott részeit, és nem csak területileg, hanem bizony társadalmilag is vannak olyan részek, ahol bizony érdemes beavatkozni. Szükség van-e óvodára, bölcsödére, hogy a településen élő szülők el tudjanak járni dolgozni? Van-e elérhető közelségben orvosi rendelő, vagy az alkohol problémákkal küzdőknek bármilyen segítség? Egyáltalán milyen kiút van a szegénységből, milyen lehetőség van az esélyegyenlőség megteremtésére az elmaradottabb területeken? Erről tartalmaz fontos információkat a megyei felzárkózási út térkép, amely a felmérés eredményeit foglalja össze. A következő ciklusnak a fejlesztési tervezését is jól megalapozza az az információ halmaz, az a bázis, ami ennek keretében keletkezett itt a megyében, és arra készülünk a megyei önkormányzattal, hogy a következő ciklusban még nagyobb eredményeket elérve, még közelebb tudjuk vinni ahhoz a megyét, hogy egyébként nagyjából hasonló fejlettségi szintben a legkisebb településen is minőségi szolgáltatások, minőségi infrastruktúra várja az ott élőket. A megyeházán jórészt azon dolgoznak, hogy az uniós pénzből Vas megye területén megvalósuló fejlesztéseket előkészítsék a következő költségvetési ciklusra. Új szakmai besorolást kapott az Ízeum. Kiállítóhelyből gyűjteményé vált. Ezzel a szombathelyi muzeális intézmények közül a Schmidt Múzeummal és a Vasiskanzennel került egy kategóriába. Az átsorolás rangot jelent, és azt, hogy az Ízeum területén előkerült leletek saját, külön régészeti gyűjteményt alkotnak majd. A muzeális intézmények tevékenységük az általuk nyújtott szolgáltatások, szakmai és technikai jellemzőik alapján különböző kategóriákba tartoznak. Minél több feltételnek felelnek meg, annál magasabb szakmai besorolást kapnak. Az Ízeum eddig muzeális kiállítóhely volt, ahogy például a Romkert is. Decembertől azonban közérdekű muzeális gyűjteménynek számít a kultúráért felelős miniszter döntése alapján. Az intézmény vezetője szerint az Ízeum évek óta megfelelt minden követelménynek, amelyek közül a legfontosabb, hogy nem csak kiállító helysége, de gyűjteményi raktára is van, ahol a szentély és környezete területéről előkerült leleteket őrzik. Nagy területről van szó, erről a római inzuláról is akár beszélünk, van szó, és a gyűjteménynek a kezelése így a kollégáknak, az ottani kollégáknak a kezébe kerül most már hivatalosan, és eddig is ők kezelték. Ami fontos lenne, hogy a kint a Pásztor utcában egy olyan raktárrészt kialakítani, ahol külön tudjuk most már ezt jelezni, hogy és külön tudjuk gyűjteni ezeket az anyagokat, ami az Ízeumhoz tartozik. Az új szakmai besorolás feltétele volt az is, hogy az Ízeum hetente legalább egyszer 4 órára biztosítja a kutatás lehetőségét, és az intézmény profiljának megfelelő muzeológust alkalmaz. Az átsorolást a fenntartó önkormányzat kezdeményezte. Ez egy méltatlan helyzet volt, hogy egy kultikus intézményéről van szó a városnak, ami eddig tulajdonképpen ilyen kiállító helyként funkcionált, miközben az az érték, ami benne van, illetve az az építészeti érték, amit látunk, az egy
sokkal magasabb rangot érdemel, úgyhogy azt gondolom, hogy most minden a helyére került. Az új besorolással tovább nőtt az intézmény rangja, amelytől újabb pályázati forrásokat és még több látogatót remélnek, hiszen az Ízeumé a tágabb régió egyetlen ókori vallástörténeti kiállítása, amelyhez hasonló legközelebb Olaszországban van. A családbarát szemlélet versenyelőnyt is jelenthet a cégek számára. A vírushelyzet pedig még inkább felerősítette ennek szükségességét, hangzott el a Megyeházán, ahol harmadik alkalommal adták át a Vasmegyei Közgyűlés által 3 éve alapított családbarát munkahely és családbarát munkahelyi vezető díjakat. 2018-ban alapítottuk a családbarát munkahely díjakat, és most eljutottunk oda, hogy harmadik alkalommal egy ilyen hibrid formába kerülnek átadásra. Majtényi László, a megyei közgyűlés elnöke online köszöntötte a Vasi Családbarát díjkiosztó résztvevőit, akik szintén az interneten keresztül kapcsolódtak be az ünnepi eseménybe. A helyszínen pedig Balázsi Péter jegyző beszélt a hivatal családbarát intézkedéseiről, melyekkel kétszer is országos családbarát díjat nyertek el. A családbarát személye, a családbarát gondolkodás, mi azt szoktuk mondani, hogy erre nem csupán versenyelőnyként tekintünk, hanem a saját magunk gondolatiságának az alapját is jelenti ez ma is. A Vasmegye Családbarát munkahelye címet a 100-nál több munkavállalót foglalkoztató cégek közül az Ivy Kft. Nyerte el, az elektronikai nagyvállalat táboroztatta dolgozói gyermekeit és szociális csomagot is bevezetett. Főleg az anyukákat, amikor a tavaszi időszakban az iskolák bezártak, és a gyerekek nem tudtak otthonról elmenni, ezért igazából felajánlottunk neki egy olyan lehetőséget, hogy a jövedelmük egy részéhez hozzájuthatnak, és közben vigyázhatnak a gyerekükre, viszont a velünk való kapcsolatuk azon nem szűnik meg. A 100 fő alatti kategóriában a Szent Gotthárdi Termál Park kapta a családbarát munkahelydíjat, többek között bevezették a részmunkaidőt, a távmunkát, segítik a kismamák visszatérését, a képzéseket pedig munkaidőben tartják, így csökkent a fluktuáció is. Vasmegye családbarát vezetőjévé 2020-ban Ák Ernőnét a Vasmegyei Kormányhivatal főigazgatóját választották. A több mint 1000 fős szervezet évek óta segíti esélyegyenlőségi tervével munkatársait. Nagyon fontos, hogy a munkahely ez ne csak munka legyen, hanem egy olyan hely, ahol figyelembe veszik a vezetők a családi hátteret is, hogy honnan jönnek az anyukák vagy az apukák. A MAM Hungária Kft. 2018-ban elsőként nyerte el a megye családbarát munkahelye díját, tavaly pedig Kis Katalin ügyvezetőt az év családbarát munkahelyi vezetőjévé választották. Ezúttal a Vaskeresztesi Vállalat munkavállalóik jól létét szolgáló egészségprogramjuk és egyéb intézkedéseik miatt a megyei önkormányzat családbarát külön díját kapta. Szintén külön díjban részesült a Muraba Európai Területi Társulás, amely 2 magyar és 2 szlovén intézményt fog össze. Az idei évet sújtó vírushelyzet ugye a határokon átvaló ingázást is korlátozták, befolyásolták. Tehát az általunk bevezetett intézkedések elsősorban arra vonatkoztak, hogy ne korlátozzuk a munkavégzést a 4 fal közé, és a reggel 8-tól délután 4-ig tartó időkorlát közé. A virtuális díjkiosztón elhangzott, a családbarát szemlélet 2020-ban minden eddiginél fontosabb volt a munkáltatók és a munkavállalók számára is. 100 éves a vitézi rend. A tagok ünnepi megemlékezést a járványhelyzet miatt nem tartottak, de a Vas és Zala megyei törzskapitány kötetlen beszélgetésre hívta a sajtóképviselőit. Az első világháborút követő földreform során Horthy Miklós kormányzó és Teleki Pál miniszterelnök a háborúban hősiességükkel érdemet szerzett katonákat földbirtokkal jutalmazta meg. A vitézi telkek adományozásával a vitézi széket bízta meg. Ez az új szervezet 1920 novemberében döntött a vitézi rend elnevezés mellett. A dolog a földből indult, és egyértelműen a kormányzó, aki ugye vitézi rendnek 30 évig volt az első főkapitánya, egy olyan nemzeti érzelmű
szervezetet, félkatonai szervezetet akart létrehozni, amely az akkor az ország egységét fenyegető kisantan, egyéb szervezetek, mindenki tudja 1919-ben mi történt, megvédi. A vitézi rendet, amely végül fegyveres összecsapásokban nem vett részt, de tagjai harcoltak a II. Világháborúban, 1945-ben feloszlatták. Csak 1991-ben szervezhették újjá a rendtagok és a leszármazottak, addig az eszmeiségét az emigrációban élő vitézek éltették. A mai feladataik sorába tartozik a hagyományőrzés, a hadisírgondozás, a honvédelmi gyakorlatok szervezése és a katasztrófavédelmi tevékenység, például árvízi helyzetekben. A Vas és Zala megyei törzskapitányság 57 taggal működik, közülük 27-en a szombathelyi hadnagysághoz tartoznak. Idejében sikerült megtartanunk az éles lövészetet, ami minden évben jellemző volt. A kőszegi lőtéren sikerült egy napos rendezvényt tartanunk. Ezen kívül részt veszünk a Hősök napi megemlékezésbe. Több olyan közös rendezvényünk volt, amelyet a huszárokkal, illetve a hagyományőrzőkkel közösen rendeztünk. A vitézi rend karitatív akciókat is rendez. Most a karácsony előtti napokban a hajléktalan szálló lakói között 100 adag ételt osztanak szét. A 100 éves jubileum alkalmával jövőre emléktáblát avatnak majd. Szombathelyen mérte össze tudását a magyar sportlövészet elitje. Válogatott mérkőzés mellett Szavária kupát és országos bajnokságot is rendeztek a haladáscsarnokában. 3 napra Szombathely volt a magyar sportlövészet fővárosa, hiszen a haladás sportkomplexum 3 rangos versenynek adott otthont a hétvégén. A tavalyi jól sikerült debütálás után másodszor rendezték a Vasi megyeszékhelyen a versenyeket. Az első napon, az első Szavária kupán a sportág magyar elitje vett részt, hiszen a verseny egyben válogató is volt a jövő évi Európa-bajnokságra, valamint olimpiai kvótákat is lehetett szerezni. A 2. napon a sportlövészetben kuriózumnak számító válogatott mérkőzést rendeztek. A 2. a Magyarország-Lengyelország mérkőzés, amely egy újszerű kezdeményezés a részünkről, és első alkalommal is itthon voltunk Szombathelyen, itt és itthon Szombathelyen. Ez is egy remek dolog volt, a Puskások nagyon nagy fölénnyel nyerték meg az egymás elleni meccset, a Pisztolyban nagyon szerény előnnyel, de a lengyel válogatott nyert, az összesített eredmény pedig hát 117-75 volt Magyarország javára, de elégedettek voltunk. Mi is persze, a lengyelek is, mert remek körülmények között, és nagyszerű versenyt tudtak vívni. A 3. napon a nemzeti 10 méteres versenyszámok országos bajnokságát rendezték. Az ifjúságitól a szenior korosztályig több mint 300 fő nevezett légpuska és légpisztoly fegyvernemben. A férfiak légpuska versenyszámát az zalaegerszegi Havasi Ferenc nyerte. Idén most szerencsés voltam, mert összejött az, ami az edzéseken mutatkozott, hogy elég jó formában voltam. Igaz, hogy a 2. 10-ben sok hibát vétettem, de így is elég volt az első helyre. A tavalyi egy kicsit sikertelenebb eredmény után ez most nagyon jól jött. Légpuska versenyszámban az zalaegerszegi egyesület vitte a prímet, hiszen csapatban és a nőknél is aranyérmet vittek haza. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Friss híreket, információkat Facebook oldalunkon is találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!